Egyetemi diakémiaimet 1949-ben Sopronban kezdtem, és ott volt abban az időben Simonyi Károly professzor úr is, az elektrotechnika tanszéknek a tanszékvezetője. Hogy miért került Sopronba, azt nem tudjuk. Meghirdettek 49-ben, akkor még a műegyetemhez tartozott Sopron egy tanszékvezetést, mert Boleman Géza nyugdíjba ment, Simonyi megpályázta, megkapta, így került le Sopronba, ahol egy világégés után az aranykezű Horváth bácsi, a technikus, a soproni erdőkben világháborús, szétlőtt tankokból szedett össze dolgokat, úgy építették meg a Van de Graaff generátort, és megépült az első magyarországi részecskegyorsító, az első mesterséges magátalakítás, az első sikeres kísérlet gyakorlatilag akkor zajlott, amikor ezért a kísérletél a Nobel-díjat átadták. Ez is egy nagyon érdekes ábra, ami Faradaynek és Maxwellnek az élete. És ha megfigyeli az ember, mind a kettőnek az életében van egy nagy csúcs, és utána egy nagy visszaesés. És aztán újra van egy csúcs, de az már nem akkora. És ezt én úgy hiszem, úgy érzem, hogy Simonyi nagyon átérezte a maga tapasztalatán, hogy neki volt egy nagy csúcs az életében, a gyorsító, utána egy igazán mély gödör, amit úgy vészelt át, hogy mentse, mentálisan mentse magát, hogy megtanult kínait, kínaiul, hogy lekösse magát. És akkor utána jött a másik csúcs, ami gyakorlatilag a kultúrtörténetnek a megszületését jelenti. Fiatal korától kezdve vágya volt, hogy nagy tudós és nagy pedagógus legyen. A tudósság az gyengült az 56 után történtekkel. De egyetemen vagyunk, és a pedagógiai tevékenysége valóban nagy lendületet kapott. Nálunk volt egy bulgár gyerek, Ivanov Péter volt neki a neve, hát aki közepes képességű volt, és hát magyarul azért már értett, amikor nagyon akart, amikor nem, akkor nem. Hát amikor ő hozzámért vizsgára, hát elkezdtem mondani, hát professzor úr, nem érteni a kérdést, nem tudni jól magyarul. Hát állítok a Simonyi professzor megkérdezte, hát milyen nyelven tudni jól. Hát én lenni bulgárul tudni. A professzor úr egyből bulgár nyelvet ért át, és úgy kérdezte, és úgy vizsgáztatta a hallgatót, és hát kisült az, hogy hát a Péter bulgár nyelven se tudta, értette a kérdést, és hát nem nagyon készült, úgyhogy ez a trükkje nem vált be. Egy fiatal kollega mostanában kért meg engem, hogy menjek be az első egy-két előadására, mert hát szeretne tanácsokat kapni arról, hogy milyen a jó előadás. És ezzel kapcsolatban Simonyi professzor azt mondta, hogy hát tulajdonképpen a jó előadásnak nincs semmilyen különösebb titka. Jól fel kell készülni, pontosan kezdeni és befejezni. A másik, hogy a stílusa irodalmi értelemben is olyan kitűnő volt, hogy a harmadik gimnáziumi könyvben, ezt nem tudom, hogy tudják-e a kollégák, a jó tudományos stílus példájaként szerepelt egy részlet a fizika kultúrtörténetéből, és pedig az a részlet, ami azt mondja, hogy az ember az univerzum és a mikrovilág között középen áll nagyjából. Gyönyörű költői szavak ezek. Hosszú folyosó volt a Stocekban, a második emeleten, ahol a szoba volt, de meg kellett osztania a szobát velem,
És bizony megtapasztaltuk, hogy ha kollega akart benyitni, akkor előbb körülnézett a folyosón, hogy valaki látja-e, hogy most ő a Simonyihoz benyit. Más volt a helyzet a hallgatókkal. A hallgatók természetesen elvarázsolódtak a Simonyi előadásokon, és a hallgatók jöttek, érdeklődtek. Ilyen 56 politikai szituáció, de ettől Simonyi professzor elhatárolódott. És azért a hallgatók kitartók voltak, de hát professzor úr, beszéljen nekünk. És akkor azt mondta, ha rábízzák a témát, akkor elvállalja. És így került sor, ha jól tudom, 73, nagy csütörtökjén volt az előadás fönt a várban. Hát még a Csillárról is lógtak hallgatók, és olyan hatással volt a hallgatókra ez az előadás, hogy utána még többen nyitottak be a 2016-ba, hogy ilyet még, és akkor veselkedett neki Simonyi. Így indult a kultúrtörténet. Egy hallgató vizsgázott, és hát a nagy felelősség, meg az agya, izgult, nagyon is rosszul lett. Elágyult jóformán. Mivel a professzor úrnak gúnyosan együtt mondtam, hogy ez a bit generáció, még kondíciójuk sincs. Mire azt válaszolta, Gyula, jegyezze meg, hogy az ember akkor kezd öregedni, amikor az ifjúságot elkezdi szidni. A fizika kultúrtörténete könyv az nem kíván más előképzettséget, mint egy általános műveltséget. Tehát egy középiskolát végzett ember tudja élvezni a könyvet. Az egészéből sugárzik a kultúra egészen iránt érdeklődés. Ezt nagyon hajlamosak a mérnök hallgató pláne elfelejteni, és kizárólag a szűk szakmára korlátozódni. A professzoron nagyon felső fokon a művészeteket, a zenét, különösen óriási tájékozottsága és ismerete volt kultúra minden területén. Ennek az ábrának a története bájos. Ezt elhatározta prof, hogy ezt bele szeretné tenni a könyvbe. Jó, írtam egy CIF-hez szóló kérvényt az akkori rektornak. Ősszel négykézláb másztam a kísérleti atomreaktor előtti kertben, és így madzaggal az E betű, tehát a nagybetű az 4 méter, és ahhoz képest arányosak a kisebb betűk, szépen kijelöltem madzaggal az E egyenlő MC négyzetképletet, és a kertészek tulipánhagymákkal beültették. Tavasszal lestük a proffal, hogy na, hogy alakulnak a tulipánok. Majd na végre minden összejött, a fotós rájött, a nap sütött, hajnalban megérkeztünk, a tulipánok javát lelopták. Megkönnyörült rajtunk a főkertész, ő is bejött hajnalba, elküldte az embereit a nagybani virágpiacra, Budaörsre, hogy ugyanolyan típusú tulipánokat vegyenek, és vagy 2-3 órába telt, még megdrótoztuk a tulipánokat, és beszurkáltuk. Egy félórás rádióadás volt a könyvről Nyugat-Németországban, ahol többek között olyat írtak le, hogy hát ez csak egy szocialista ország engedheti meg magának, hogy egy ilyen könyvet előállítson, mert amennyi ember ennek az elkészítéséhez szükséges, azt kapitalista környezetben nem lehet megcsinálni. Hát ez a garmadája a munkásoknak, ez állt a Simonyi professzorból, belőlem és a feleségből, aki gépelt. Érdekes módon a fényes borító miatt kapta az egyetlen negatív kritikát a könyv, hogy a fizika kultúrtörténete címben a fizika nagybetűkkel volt írva, és alatta a kultúrtörténet kisebbel.
és azért marasztalták el, hogy a fizika szó sokkal inkább taszító a potenciális olvasó számára, mint vonzó lenne a kultúrtörténet szó. Tehát attól kezdve az összes kiadáson azonos méretű betűkkel van a fizika és a kultúrtörténet. Most, hogyha arról lenne szó, hogy én miben látom az ő üzenetét a mai fiatalság számára, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy példamutatásban, mindenek előtt példamutatásban. Ezzel kapcsolatos dolog az, ami a híradástechnikában is megjelent, hogy amikor átköltözött a tanszéki könyvtár erre az 5. emeletre a másodikról, hát volt egy 17 000 kötet. És azt ugye liftán kellett fölvinni, a professzor úr példamutató módon részt vett ebbe a szállításba, és mi, Zombori professzorral együtt, hát akkor tanársegédek, figyelmeztettük, hogy professzor úr, de vigyázzon, hogy beleszoruljon a liftbe, mert a liftnek azt hiszem akkor olyan elakadásai voltak. Közben jött le valami bizottság, ilyen fontos emberek, és azok csodálkozó mondták, hogy érdekesek ezek a szállító munkások, hogy egymást professzornak nevezik. Mikor Simonyi Boleman Gézától a tanszékvezetést átvette Sopronban, akkor Boleman Géza ajándékozott neki egy ekkora Faber-Castell logaulécet, mint stafétabotot. És mikor Simonyi nyugdíjba készült, bement és bevitte a logaulécet a Stocek nagyba, felmutatta, és mondta a hallgatóknak, hogy ha a következő órán valaki úgy jön be órát tartani, hogy felmutatja a logaulécet, fogadják szeretettel, mert az ő döntése, hogy ez az ember folytassa az ő munkáját.